Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek, a lényeget jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet magasba. Kezdjük is a Mester 3-assal, lájkoljatok, osszátok meg a videót, iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjának ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne, többek között azt is, hogy kezdőknek, kriptóra, befektetőknek, Bitcoin hírek, kereskedőknek, kriptofólió Hungary. És akkor nézzük is, mi minden van már. A első körben rendben elindult a választás. Magyarországon belekerült egy F betű, azt nem is néztem Magyarországon. Na jó, hétig lehet szavazni. A választók este 7 óráig adhatják le szavazatukat. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. Világgazdasági és kriptohírek. Igen, és akkor mi minden volt itt, hopp, első körben, jó, ezt újra kell, ha nem, azt már hozzá, jó, nézzük, és onnan kezdjük, hát a két fő hír most nem is jött olyan soká, vannak azért kriptós hírek, de most a fő cím az az lesz, hogy a leggazdagabb 1% évi nyereségéből ingyen ételt lehetne az egész bolygónak adni, illetve hogy Mariupol helyreállítása 10 billió dollárba fog kerülni, amiből 20 évig lehetne ingyen étele az egész város lakosságának. Úgyhogy nézzük is meg ezeket, igen, 10 billió dollár lenne az újra a helyreállítása Mariupolnak. Itt lakik 430 ezer ember, kerekítsük, felszámoljunk 500 000 emberrel, akkor az ugyebár, meg az alap, hogyha 1000 dollárral számolunk egy évre, 300 ezer forinttal, mondjuk napi 1000 forintból azért mindenkinek, bárkinek lehet kaját adni. Nem homárt, de egy kruplis tésztát, vagy akármit, még szalonnát is, bármit. Napi 1000 forintból azért, hogyha megvan az jó szervezés, simán lehetne mindenkinek kaját adni. Úgyhogy ezzel számolva, akkor egy emberre 1000 dollár egy év, és akkor 1 billió emberre, meg ugyebár 1 billió dollár egy évbe. Na most ez a 10 billió dollár, ez 10 millió ember kajájára elég egy évre, és csak 500 000 ember lakik Mariupolban, tehát 20 évnyi ingyen ételt lehetne csak ebből, hogy itt rombolnak jobbra-balra. Na jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy itt már kicsit túllőttek, azt mondja, itt kicsoda, ő Zelenszky gazdasági tanácsadója Oleg Ustenko, azt mondja, hogy a kijevi helyreállítások azok 1 trillió dollárba fognak kerülni, ugyebár 1 millió-millió dollárba. Azt mondja, hogy igen, ez azért itt szerintem egy kicsit túl van tolva, vagy 400 billiót a befagyasztott orosz vagyontárgyakból azt próbálnak kérni, hogy abból tudják majd újraépíteni Ukrajnában a dolgokat. Jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy hopp, ár tekintetében egy Su-35-öst lelőttek, meg minden, nem is az a lényeg, hanem 50 millió dollár egy ilyen repülő, az 50 millió dollár, ugye már a tankok azok olyan 5-10 millió dollárt ér egy tank, egy repülő az már 50 millió dollár, úgyhogy nem gyenge. Jó, azt mondja, hogy 50 ezer embernek az évi kajája, nézzük tovább. Aha, ezeket újra kell töltögetni. Utolsó húrig feszítettem a gépemet, kéne bele venni RAM-ot, de már olyan régen, nem tudom, majd rá kell erre is menni. Na jó, a Starlink ugyebár, amit adott internetet Elon Musk küldött Ukrajnának, most már életbe lépett, Irpinybe meg Romanivkába már ezt használják mobil kommunikációra, itt a Starlinkes moduljait Elon Musknak. És akkor világszinten a... Igen. Ukrajnában ez az első, világ szinten pedig a második, hogy a Starlinket életbe léptették, ugye már Elon Musknak az internetét, úgymond internetrendszerét. Jó, tovább Ukrajna ellen tüntettek Budapesten is, meg független Ukrajna mellett Putyin és Orbán ellen tüntettek. Nézzük tovább, azt mondja, hogy Oroszország 2022-ben 321 billió dollárt kereshet az olajon és a gázon, és ez harmadával több, mint amit 2021-ben kerestek a Bloomberg szerint, és igen, de ez csak akkor, hogyha embargót nem vetnek ki, ugyebár nem utasítják vissza az orosz olajat meg gázt a többi ország. Nézzük tovább. Litvánia lett az első ország az EU-ban, aki visszautasította az orosz gázt. Ők már nem fognak oroszoktól gázt venni többé. Nézzük tovább. Jaj, Kínában annyira nem járt a Covidot, hogy már hülye módon túltolták.
ma halálra tesztelik az egész lakosságot az Omikron miatt, ami csak egy simán át. Hát már el akarják terelni, gondolom, egyértelmű a figyelmét az összes kínainak, hogy nehogy azt nézzék már, hogy az oroszok mit csinálnak Ukrajnában, mert ők ugyanezt akarják Tájvánba. Úgyhogy túltolták, már ölik meg a gazdaságukat ezzel a fölösleges vírustesztelésekkel. Azt mondja, hogy egyszer ellátási hiányra panaszkodnak, élelmiszer hiányra Shanghai-ba, mert hogy bevezették a karantént. A városból pénteken 358 újabb megbetegedést és 4144 új tünetmentes fertőzöttet jelentettek. Az elmúlt hét során 20 000-et is meghaladta a Shanghai-ban azonosított fertőzöttek száma. Új halálesetet egyelőre nem jelentettek. 4000 tünetmentes új haláleset nincs, de azért szarrá tesztelik az egész várost, és a vége az egésznek az az lesz, hogy, vagy az lett, hogy... Shanghai Kína legnagyobb városa, csak nem 25 millióan lakják. A kormányzat csütörtökön elismerte, hogy nem volt megfelelően felkészülve az újabb járványhullámra, és nem tudott kielégítően gondoskodni a lezárt területeken élőkről. Így van, úgyhogy már még kajája sem volt kb. Az embereknek, annyira fölöslegesen túltesztelnek a Covid miatt. Nézzük tovább, poppáré, mák, virágok, megkezdődött az ópium szezon Afganisztánban, ugye már ezért akartak ők keményen az USA elfoglalni egész Afganisztán, mert hát ópium ugyebár drog, meg gyógyszer, attól függ, hogy vesszük, itt írta is valaki alatta, hogy az ópium fontos gyógyszeripen nyersanyag, belőle készül a morfium, ami erős fájdalomcsillapító, a papaverin, ami erős simaizom, epebél, ér, vese, görcsoldó, és a kodein, erős köhögés elleni gyógyszer. Ugye azt nyomják a hip-hop videóklipekbe is, mindenhol a kodein így, meg úgy azt nyomják, köhögés csillapítót, azzal drogoznak a négerek. Azt mondja, hogy én megértem, hogy igen, egyszer gyógyszer, másszor drog, attól függ, épp milyen propaganda mentén akarják megjeleníteni. Az alkoholról bezzeg senki nem meri bevallani a médiába, hogy a világ legkényebb drogja. De legalább tegnap már állami szinten legalizálták karaviszt az USA-ban. Nézzük itt a mák virágokat, hogy mi hogy egy 20 másodpercet belőle. A déli régióba, amely egykor az amerikai hadsereg vezette, NATO erők és a talibok közötti frontvonal volt, az ország minden részéből, sőt még a határon túlról is érkeznek munkások a betakarítási szezonra. Délután apró vágásokat ejtenek a mággubókon, majd másnap reggel begyűjtik az ópiumot. A 15 napos betakarítási szezonban minden munkásnapi 500 afgánét, mintegy 6 amerikai dollárt kap. Helmand a legnagyobb ópiummák termesztő tartomány, ezért Pakisztánból és Afganisztán összes többi régiójából jönnek munkások, hogy dolgozzanak és pénzt keressenek a családjuknak. Úgyhogy így működik itt az ipar, azt mondja, hogy még volt itt a végén valami, jó, nézzük ezt is. Hogy Afganisztán továbbra is a világ legnagyobb ópium termelője. A kábítószer előállítása az ország gazdaságának 11%-át teszi ki. A talibok 2020-ban 20 millió amerikai dollárt kerestek a kábítószer kereskedelemből. Ugye már egy kábítószer, ha megkérdeznék az orvosokat, akkor azok meg azt mondanák, hogy gyógyszer. Úgyhogy mikor, ki, melyik oldalról mit mondanak. Ez is olyan, hogy semmi nem fekete meg fehér. Hopp, itt oroszok érkeznek, sok orosz érkezik Grúziába a háború miatt, már Oroszországból is azért mennek át. Na de itt, ami a lényeg, nem volt olyan nagy ebbe a hírbe, de mi van a srácnak a pólóján? CryptoPay, vagy valami, úgyhogy írtam is, hogy ezért ott, a kis kripto, ott is a kriptocéges póló, nem árt figyelni a részletekre, ilyen a békés forgalom. Ugye várja, ugye? Úgyhogy oké, okay, kriptók megjelennek itt is, na nézzük tovább. Ja, ezt majd vissza kell növelnem a méretet, mindegy, első körben nézzük így. Azt mondja, hogy a nyugdíj korhatárt lehet, hogy 60 évről 67-re is felemelik, mert hát itt mondják, hogy még jobban is kitolhatják a nyugdíj korhatárt. Mert hogy ugyebár elköltötték a pénzt, adatták a havernak a zsebébe, a politikusok, azt akkor most nincs miből nyugdíjat fizetni az USA-ba. Úgyhogy tolják felfelé, hát világszinten ez van, tolják felfelé a nyugdíjkorhatárokat. Tovább, a befektetők egyre több pénzt öntenek a tiszta energiákba. Végre már az ukrajnai háború is azért rávilágított, hogy mekkora szükség van az energiára, főleg az ingyen energiára. Nem ilyen elégetendő olajokra, meg gázokra. Úgy nyomják a pénzt az ingyen energiába, a tiszta energiaforrásokba. Tovább, egy kicsit lemaradva, de a CNBC-nél is rájöttek, hogy Terelunáék veszik a bitcoint, mint az állat, úgyhogy most már egy pár nap vagy hét késéssel a CNBC is megemlíti, hogy egy új stabil kriptó kiadó cég billiónyi dollárokért veszi a bitcoint. Mit kell erről tudni a befektetőknek? Hát, lényeget már elmondtam napokkal ezelőtt. Azt mondja, hogy nézzük tovább. A CNBC milyen hír jött ki kriptókkal kapcsolatban? Uniswap-tól
mondja itt egy hölgyemény, hogy ő miért hagyta ott a BlackRockot, a világ legnagyobb befektetési alapkezelőjét, és miért jött át a Uniswaphoz dolgozni. Tovább azt mondja, hogy ja, itt csak érdekesség, Anonymous április 1-én kihozták, hogy feltörtük minden egyes embernek a bankszámla számának a PIN kódját, és akkor írják, hogy 3700, 3701, 3702, 3703. Ugyebár 1-től 10-ig leírták itt a számokat, azt mondják, hogy persze, ez csak egy április 1-i vicc volt. Azt mondja, hogy tovább, ja, ez nagyon szép, ez azért Anonymous hozta ki ugyanúgy, Pablo Picasso írta, hogy az élet értelme az, hogy megtalálni a giftet, az ajánlani a tehetséget önmagadban, hogy mivel vagy tehetséges, mit szeretsz csinálni, mivel tudsz alkotni. Aztán a célja, az értelme az az, hogy megtaláld, a célja meg az, hogy ezt megoszd másokkal. Úgyhogy így van, és akkor én is ezt csinálom, megtaláltam, hogy imádok híreket olvasni, ez éltet, ezért kelek fel reggel, és ne csak örülök, hogyha még másoknak is segítetek ezzel, hogyha másokat is érdekel. Jó, itt az Anonymous kihozott, ez csodálatos ez a videó. Ezt le fogom majd fordítani, itt a papó elmondja 5 percben, hogy hogy működik a világ, meg miért van infláció. Nem gyenge, úgyhogy ez, aki tud angolul, annak nagyon ajánlom, hogy ezt nézze meg. Júj, hol van ez YouTube-on, nem is tudom, ez csak itt az Anonymous-nál hozták ki. De mindegy, hogy próbálom fordítani a napokon, mert ez nagyon érdekes lett. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább. Elérkeztünk a mai nap híreihez. A fő hír az most ez lesz, kicsit nem százba kriptó, most egy kicsit más, mert ez a lightosabb kripto hírek jöttek. Úgyhogy nézzük is ezt, kezdek egy kezdőképpel. Vagy hogy kéne? Ja. Hát ez nem tudom, ehhez mi illik. Jó. Valamelyik majd csak lesz a háromból, és akkor... A növekvő piacok hozzá segítették a világ leggazdagabb 1%-át, hogy még 6,5 trillió dollárral több pénzük legyen, ugyebár minek már hova a jó Istenbe 28 ezredik Ferrari bele se tudnak ülni annyiban, minek ennyi pénz. Úgyhogy ezért 6,5 trillió dollárral nőtt a vagyonuk. Ugyebár ez akkor 6,5 milliárd embernek lehetne ingyen kaját. Kb. Az egész bolygónak ingyen ételt lehetne folyamatosan. Csak abból, ami 2021-ről 2022-re nőtt, csak a nőtt a vagyonuk. El se kéne venni tőlük semmit, csak nem adni még többet a fölöslegesen sok pénzűeknek, hogy még 30%-kal nőjön a pénzük, mert mi a jó Istennek. Csak ebből, ha minden megtarthatnának, nem is kéne elvenni tőlük semmit, csak a pluszt már nem kapnának rá, akkor rögtön az egész bolygón ingyen étel lenne, és akkor meg miért akarna bárki is háborúzni. Ennyire egyszerű sajnos a dolog, csak hát a bankárok ezt nem szeretik, mert akkor nem dolgozna nekik senki, nem lenne rabszolga. Na jó, vissza is állítom ezt 100%-ra, és akkor nézzük tovább, haladjunk kripto hírek irányába. Ha van egy kiadott egy jelentést, hát itt egy jó pár dolgot szerintem elszámoltak, egy dolgot azt nem számolták, azt tényleg eltalálták, hogy a bitcoin ára 4,8 millió dollár is lehetne egy bitcoin ára, hogyha a Broder Money Supply M2-es pénzkészlettel osztanánk le. Van ettől, kiszámolták az extrém eseteket, ezek nagyon extrém esetek, hogy akkor, hogyha az arany vagy a bitcoin lenne a világ fedezeti valutája, akkor azt mondják, hogy számoltak az M0-val, ami az összes, hát itt ez erős szerintem, hogy fizikai papírpénzt és érmét jelenti, ők arra gondolnak, hogy az összes papírpénzt és érmét jelenti. Mert fizikailag csak a 7%-a van kinyomtatva a világ összes pénzének. Tehát minden 10. ember bemenne a bankba, összes a világgazdaság beomlana, összes bank csődbe menne. Mert akkor a lufit fújtak, hogy ki se tudnák adni a pénzeket, 10-ből egy ember elég lenne, ha bemenne. Már vége lenne a rendszernek. És akkor az M0 money supply az amit csak úgy mondani, a tényleg pénz, pénzek meg az érmék, papírpénzek, érmék. M2, meg amiben már mindenféle bankszámlák, meg egyéb szélesebb körű pénzek is benne vannak. És akkor hozták itt a számokat, de mondom, hogy a jó Istenbe jön neki, nézzük először a számokat, mert ezen vagy egy, hát ha egy fél órát, 3-4 órát nem vette a napomból, ezt kiderítsem, miről fantáziálnak ezek itt. Első körbe ugyebár itt látni, Fredni, a money supply-t, monetary base, az EM0-as készlet, az a kék vonal. A kék vonal, abból kb. Olyan 6 trillió dollár van. Az M0-as pénzkészlet, az papírpénzek meg az érmék. És az M2-es a másik a szélesebb körbe vett, abból pedig 20 trillió dollár, vagy 21 trillió dollár van az USA-ba. Oké, és akkor azt mondja, hogy... Ez még csak az USA-t mutatta, előbb csak az USA-t mutatta. Azt mondja, hogy a kisebb 6 trillió, a nagyobb 20 trillió. Akkor itt világszinten próbáltam keresgetni, rohadt nehéz volt. 2017-es cikket találtam egyet, amiben azt írják, hogy világszinten
A kisebb szám az 36 trillió, a nagyobb az meg 90 trillió. Találtam még egyet, ez már frissebb, ez már tavalyi, itt azt írja, jaj nem, pillanat, mert ez a kettő, ez itt valahol hol a fenébe, itt ment szét, oké, meg vagyok. Igen, 36 meg 90 trillió, találtam 221-eset, itt azt mondják, hogy 40 trillió meg 90 trillió, satper kábelnyi, úgyhogy akkor ennyi lehet. Az M0 világ szinten az 40 trillió dollár, az M2 az meg 90 trillió dollár. És akkor kezdjük, ezek megvannak egyszer, nézzük tovább, van-e kék, és csak azt mondják, de ez full hazugság szerintem, hogyha az M0-át leosztják az arany tartalékkal, akkor az aranynak unciánként 31 ezer dollárt kéne átlagosan érni, vagy középáron 21 ezer dollárt, nem tudom, hogy a középár meg az átlagos ár, hogy lehet ekkora különbség, de tök mindegy, de az egésznek köze nincs a valósághoz szerintem ennek, mert hogyha megnézzük, azt is kereste, hogy mennyi arany van összesen, amit valaha kibányáztak, 190 ezer tonnányi aranyat bányáztak ki eddig a világon, annyi létezik a világon, 190 ezer tonna. Ezek meg ugye bár unciába számolnak mindent az USA-ba, meg ez Angliába is, úgyhogy a kokonverter. Akkor 190 ezer tonna kerekítettem 200 ezer tonnára, és akkor az azt jelenti, hogy 7 billió, 7 ezer millió dollár, igen, 7 ezer millió, ja nem, 7 ezer millió uncia, 7 ezer millió uncia arany van a világon. És hogyha én fogom, és akkor leosztom ezt a kisebbet, csak a 40, számoljunk millióval a trilliót, akkor egy-két, 40 millió, ugyebár egy, a 40 trillió, és akkor ezt kell leosztani a 7000 millióval. Osztva 7, 1, 2, há. Nem is kellett volna ennyire lemennem. És 5700 dollárt érhetne az arany. 5700-at, ha a kisebbel osszuk. Ha meg a nagyobbal, akkor meg kb. A dupláját, vagy 12000-et, 15000-et, ilyesmiket. 6000 meg 13000. Ehhez képest ők azt írják, hogy 31000 meg 21000. Nem tudom, ezt honnan szedték. De minek semmi számot hozzá. Jaj, ez még csak a kisebb, ami 6000-es, az arra ők azt mondják, hogy 20000 vagy 30000, a nagyobb, ami meg 13000, arra meg azt mondják, hogy akkor 105000 dollárt érne egy uncia arany. Tehát össze-vissza nem tudom, honnan vették ezeket a számokat, totál benézték. Egy dolgot azt tényleg eltaláltak, mert hogyha az M2-t elosztják a bitcoinnal, az tényleg 4,8 millió dollár, azzal nem lehet vitatkozni, az tényleg úgy van. Elosztjuk az M2-t, ami a... ezért 100, hát 90, tök mindegy, 90, 100, legyen 100, 1, 2, 3, 1 trillió dollár, és azt leosztjuk a 21 millió dollárral osztva, vagy 21 millió bitcoinnal osztva 21-jel, akkor itt van, hogy 4761 dollárt, ja, várjunk csak, ne, ja, itt még van millió a végén, igen, vagy egy ezres vég van a végén, úgyhogy jó. Legyen annyi, hogy 4700, 4,8 millió dollár, oké, hogyha az lenne az összes M2-es pénz, ami kötvények, meg minden egyéb van benne, az mindenre bitcoin lenne, akkor 4,4,5 millió, vagy lehet, hogy 5 millió dollárt érhetne egy bitcoin. Jó, és akkor az M0-nál meg azt mondják, hogy az M0-val osztanák le, akkor meg 1 millió lenne egy bitcoin. De hát ez, hogyha úristen, hát a... hogy hívják, hát itt van már a 90 ezernek, a 40, a 90-nek a 40 az kb. A fele, egy kicsit kevesebb, mint a fele. Hát akkor ha ez 4,8 millió, akkor az 2,4, annak meg 2 milliónak kéne lenni, nem 1,3-nak, mint itt is vannak, hát ugye furcsak ezek a számok. Na ezért nem akartam, és nem jött olyan ezért nagy hír mára, ezt betenni főcímnek, mert itt azért erősen el van számolgatva jó pár dolog, szerintem nagyon úgy látszik benne. Jó, azt mondja, hogy haladjunk is tovább ettől a hírtől, nézzük a következőt. Azt mutatják az adatok, hogy 3000-rel többé kripto ATM-et helyeztek üzembe 2022 első negyedévében. Jelenleg 36000, 36500, 600 kripto ATM üzemel 76 különféle országban. A legnagyobb befektetés 2021-ben volt, akkor több mint 20000 bitcoin vagy mézék kripto ATM-et helyeztek üzembe. Itt látni, hogy mennyire nőnek, mennyivel több kripto ATM lett az utóbbi években. És a végén még mondják, hogy ez azért nagyon nem gyenge, mert a 36 és fél ezerből, számoljunk úgy kerekítve, 32 és fél ezer az USA-ban van, meg még 2005 még Kanadában, tehát egy 35 ezer, 36 ezer 500-ból 35 ezer az USA-ban vagy Kanadában, 1500 van csak más helyen a világon.
Spanyolországban 200, El Salvadorban és lengyeleknél és Svájcban is 150 ilyesmik. Hát ha valaki kripto ATM gép gyártó cégbe akar befektetni, akkor a Genesis Coin a legnagyobb 41%-kal itt a piacon, General Bytes 21%-os, BitAccess 15%-os, legyen mondjuk így a három legnagyobb, jó. Nézzük tovább. Azt mondja, hogy nemrégi közvéleménykutatása, az NBC News csinált egy közvéleménykutatást, 1000 embert kérdeztek meg, ami azt mutatta ki, hogy az amerikaiaknak már 21%-a az már kriptózott, 5-ből egy amerikai már adott, vett, tartott kriptót, és még mindig a férfiak, úgyhogy csajoknak ezért be kell indulni, mert a férfiak teszik ki a legnagyobbat kérdőjében, 50%-a a férfiaknak a 18 és 40 éves, 49 éves korosztály közt. Nekik már a felük már kettőből egy pasi itt már vett is kriptót adott vett, úgyhogy ők viszik a prímet, vagy mi visszük a prímet. Jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy a Defiance vezérigazgatója azt mondja, hogy teljes mérték bikamentalitással áll a Bitcoinhoz, azt mondja, jó idő most vásárolni, most jó a beszálló, jó áron lehet beszállni, és azt mondja, hogy teljesen bikamentalitással áll hozzá, úgy gondolja, hogy rövid távú ármozgás, az csak zaj ez, hogy most egy kicsit 5-10 ezreket megy lefel, az nem egy nagy vasszis daszk, így is úgyis hosszú távon megyünk felfelé. Tovább, kolumbiai adóhatóságok figyelmeztetnek, hogy mindenkinek be kell vallani az adót a kriptók után is, és akkor a bírság ez a duplája, amennyi adót be kellett volna fizetniük, annak a dupláját fogják behajtani, hogyha valaki önmagától nem fizeti be az adót. És Kolumbia az elmúlt 3 évben már több mint 1 billió dollárnyi adót szedett be digitális gazdasággal kapcsolatos adókból. Jó, nézzük tovább. Kazasztán elkezdik vizslatni a kriptobányászokat, mert azt mondják, hogy az adókedvezményeket azt nem jól használták ki, meg ilyenek, vagy lehet, hogy visszaéltek az adókedvezményekkel a kriptobányászok Kazasztánba. 18 millió adókedvezményt kapott itt 5 nagy bányász cég. A végére meg aztán kiderült, hogy semmi törvényelleneset nem csináltak a bányászok. Tök rendben van minden. És mondják is, hogy a kripto üzleteket nem lenne szabad hibáztatni bármi olyan veszteségért, ami az állami kasszát éríti. Ugye már az állam adja a haverjainak a zsebébe az összes befolyó pénznek a felét, utána meg nyík, hogy nincs pénze. Ne a kriptobányászokra próbálja ezt fogni. Tovább az állam a pénzét, hát hogy a mi pénzünket adja oda, a mi pénzünknek a felét. Amit adunk, hogy kórházat vegyenek belőle, legyen egészségügy, meg oktassák már a gyereket, hogy legyen pénzük valamire, na azt mind lenyúlják, erre a kettőre soha semmit nem fordít egyetlen kormány se, azt már ők nyúlják le, azt tolják a haveroknak a mi pénzünket. Tovább Oroszország nem fogja betiltani az otthoni bányászatot, mondja a pénzügyminiszter. Mert mondják is, inkább arra készülnek, hogy legalizálják a kriptobányászatot, mert megpróbálni betiltani az otthoni bányászatot, annak semmi értelme nem lenne az égvilágon, és nehéz is lenne, lehetetlen lenne kb. Betartatni ezt az egészet. Úgyhogy rájöttek már, jó. Nézzük tovább. Most, hogy a bitcoinnak már több mint a 90%-a ugyebár ki van bányászva, most már a nehézsége, a bitcoin bányászat egy nehézsége a legmagasabbra nőtt, sose volt még ilyen magasan, és a számítási kapacitás az meg ennek ellenére kicsit csökkent, hát nem is kicsit, egész komolyabban, vagy 20%-ot. 217 exahashről, április 1-én 217 volt, most április 3-ára leesett 175 exahashre. Úgyhogy kicsit visszaesett, de attól függetlenül még erős a rendszer, így is feltörhetetlen. Tovább. A Shiba Inu elindították a metaverzumot, a Shiba Inun is 100 000 telek lesz majd itt, de az a kemény, saját magukra húzták, hogy visszahúzom sárgába a nevüket, mert elindították, úgy hívják, hogy Shiba a metaverzum, ez a nevek, és a föld területeket azt Ethereumért fogják adni, ahelyett, hogy Shiba Inuért adnák, tehát saját maguk alatt ugye már mondják, hogy ők saját maguk nem bíznak a Shiba Inuba, mert hát ez egy végtelen így nyomtatható, tök fura marhaság az egész. Úgyhogy még a metaverzum az egyetlen biztos pont, ami lett volna a Shibáiknál, még ott se Shibába fogják adni a telkeket, hanem inkább Ethereumba, mert az legalább biztos, úgyhogy óvatosan a Shibával. Igen, és akik vesznek majd itt telket a Shibának a metaverzumába, azok passzív jövedelemre tehetnek majd szert, játékon belül is kereshetnek majd ezt-azt, meg ajándékokat kaphatnak, meg ilyenek. Jó, nézzük tovább. Másik kutyás kriptó, Dogecoin. Elon Musk megosztott egy jó Dogecoin-os videót. Itt van a Dogecoin-os videó, akit érdekel, az nézze meg. D is for Dogecoin, az a címe.
Jó, na azt mondja, hogy utolsó hír. Jaj, Törökországban több ezer év börtönt akarnak kiszabni a kripto tőzsdékre, amik elmenekültek az országból, mert be akarták tiltani az összes kriptót, azt fogták, hát a saját maguk alatt vágták ki a fát a törökök. Azt mondja, hogy 40 ezer év börtönt akarnak. Börtönre ítéltek mindenkit, akinek köze volt itt ezekhez a kriptotőzsdékhez, de hát hogy indult az egész? Volt mondjuk a Todexi tavaly, és nagyon népszerű kripto cég lett, ahogy megindult a kriptoknak a robbanása tavaly tavasszal, és ugyebár igen, megtakarították a pénzeket, mert hogy akkora infláció volt, ugyebár a török líra az olyan szinten értéktelen lett el már tavaly is, hogy az valami förtelem, tolták bele a pénzeket kriptóba, mentették ki ezerrel, és már 400 ezer befektetője volt ennek a kriptotőzsdének tavaly. Aztán jött a török kormány, és betiltotta a kriptóknak a használatát fizetésre, és akkor így kezdték azokat, hogy akkor így meg úgy betiltják a kriptókat meg, stb. Azt fogták ezek a kriptotőzsdék, az eltűnt az összes, mindegyik felszámolt, meg elment az országba, hogy őket akkor ne akarják már betiltani. Úgyhogy jó, öngolt rúgott, kivágták maguk alatt a fát a törökök, úgyhogy volt itt egy másik kriptotőzsde cég is, a Vibitcoin, azok is bezártak, elmentek az országba, még azt írják, még egy harmadik is volt, a Coinzo, az is felfüggesztette a szolgáltásait. El is tűntek meg, se találják ezeket az embereket azelőtt, azóta, úgyhogy nem kellett volna ilyenekkel fenyegetni, hogy betiltják a kriptókat Törökországba, akkor nem lett volna ilyen probléma. Jó. Most már aztán irkálhatják, hogy de ha elkapjuk majd egyszer valamikor talán őket, akkor majd 40 ezer év börtönre ítéljük. Hát nem kellett volna azzal fenyegetőzni, hogy betiltjátok a kriptókat első körbe. Jó, azt mondja, hogy igen, mai nap a híreket elmondtam, és akkor ezért megyek is átcsinálom a piaci áttekintést, találkozunk ott. Addig is, további szép napot mindenkinek, sziasztok!